koronavírus járvány miatt ezúttal még csak a 2019-es adatok alapján állította össze a Tolna megyei adó- és vámhivatal a 100 legnagyobb megyei adózó listáját, mely a tolnai népújság gondozásában került a nyilvánosság elé. Finta Viktor alapfőszerkesztője azt mondta, az összeállítás évtizedek óta egy együttműködés eredménye a NAV-val. A legfontosabb partnerünk a Top 100 kiadvány közös elkészítésében a NAV Tolna megyei igazgatósága, és ők készítenek mindig az előző gazdasági évről, annak a lezárásáról egy összegzést, és ezeket az információkat megosztják itt a hallgatóságunkkal, és természetesen erre a napra időzítjük mindig a Top 100 kiadványunknak a bemutatóját is, és ekkor vehetik az olvasóink is a kezükbe ezt. Fauszné Círiák Zsanett, az adóhivatal Tolna megyei igazgatója azt mondta, a számok azt mutatják, a megye gazdasága abban az esztendőben kiemelkedően prosperált. Egyrészt abból is látszik, hogy jelentősen megemelkedett, több mint 13%-kal a top 100-ba való bekerülési értékhatárnak az összeget, tehát ez már önmagában mutatja, hogy itt egy nagyon jelentős számról van szó, és az is nagyon lényeges, hogy a top 100 adózó a megye gazdaságának majdnem a 85%-át teszi ki, de ha például az exportot nézzük, ott meg 90%-ot visz a top 100 vállalkozás, tehát ez egy nagyon jó eredménynek számít mindenféle szempontból. Mindez alap volt ahhoz, hogy a vírus okozta visszaesés ne okozzon végzetes károkat a megye gazdaságába, tette hozzá Fauszné Círiák Zsanett. A találkozón felszólalt Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki elmondta, ez az alkalom arra is jó, hogy a gazdaság szereplői tiszta képet kapjanak a beruházás jelenlegi állapotáról. Kiemelte, a megye gazdasága túlélte a válságot, és újra fejlődési pályára állt. Az, hogy mindenkinek van munkája, lassan munkaerő hiány van, az mégiscsak más gond, mikor magas a munkanélküliség. A Tolna megye 100 legnagyobb adózójának első 10 vállalata közül 3 nem járult hozzá adatai közléséhez, 4 a magánszektort erősíti, és 1 állami cég került a listára.